Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 12-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Smohai Andrással, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatójával. Majd egy beszámoló következik a megújult Fanta Villa első közösségi eseményéről, végül pedig ellátogatunk a Rácz utcába az Európai Kézművesség napjára. Most tehát következik a beszélgetés Smohai Andrással. Kedves nézőink, Zarándoklatok és Székesfehérvár címmel előadássorozat indult a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban. Erről beszámoltunk, hiszen az első előadás március 17-én volt, ahol Fedeles Tamás előadását hallgathattuk, nézhettük meg Jeruzsálemtől az El Caminóig. Most pedig Smohai András a vendégem, hiszen ez egy, én azt gondolom, hogy áttörést jelent, és rendkívül fontos számunkra, hogy ez az előadás sorozat, amely egyébként novemberig folytatódik havonta, azt hiszem, hogy nagyon sok embert vonz, annál is inkább, mert hogy hát a hitnek jelentősége és szerepe van Székesfehérváron, Fejér megyében és az országban is, és azt hiszem, hogy ez egy különleges pillanat. Nos, hát honnét jött a gondolat, hogy megerősítessék ilyen értelemben is az egyház szerepe? Tavaly évben nyílt meg a Magyar Szent Család nyomában Zarándok út, amely Vértesomlón, Bodajkon és Székesfehérváron keresztül vezet. Ennek az egyik állomása a látogatóközpont. Ugye ez a Zarándok út, ez nem előzmények nélküli, hiszen a terv a Zarándok út megvalósulása között hát eltelt legalább egy évtized, hiszen 2011-ben érkezett meg Boldog Gizella erekéje Passauból Székesfehérvárra, és 2021-ben nyílt meg a Zarándok út. Hosszas előkészítés és tervezés előzte meg ennek a Zarándok út kialakításának a munkáját, és így épült meg a látogatóközpont a Lakatos utcában, a Vértesomlón, ahogy említettem, a egy templom mellett egy Magyar Szent Család ábrázolásait is tartalmazó mesetér jött létre, amelyet Kőboldizsár készített, illetve tervezett. A bodajki kegytemplom és környezetének a megújulása mellett egy zarándokszállás is létrejött Bodajkon. Székesfehérváron pedig a Püspöki Palota, az Egyházmegyei Múzeum és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház felújítása volt ebben a projektben, az Európai Unió által támogatott projektben. Tehát elkészültünk, hogy úgy mondjam, a kézzel fogható, fizikailag megvalósítható része az Zarándok útnak elkészült. Tehát ezt tartalommal is meg kell tölteni. Pontosan. Hiszen ez egy lelki, kulturális és szellemi útvonalak sorozata, és az előadásokon túl természetesen. Igen, ezt az előadás sorozatot, amit az idei évben végre meg tudunk valósítani, a pandémia miatt egyébként tudjuk csak idén megvalósítani, mert tavaly szerettük volna, csak ugye a ismert okok miatt nem lehetett megnyitni a közintézményeket. Régóta tervezzük. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nulladik állomása volt Ribi András könyvének a bemutatója, a Székesfehérvári Keresztes Konvent történetéről szóló munka, ami egy komoly történészi teljesítmény, egyébként a doktori disszertációja Ribi Andrásnak. És őt kértük meg, hogy segítsen összeállítani egy szép ívet, ami bemutatja az zarándoklatokat, mint vallási cselekményeket, ezeknek a történetét Magyarországon, Székesfehérváron, illetve a környéken, természetesen Bodajkot is beleértve, mondhatjuk úgy, hogy a kezdetektől egészen napjainkig, és egy nagyon izgalmas, 8 részből álló előadássorozat állt össze, minden előadóval már megegyeztünk, és megvannak az időpontok is. Az első, hogy említette, Fedeles Tamásnak volt az előadása, aki nagyon szépen felvázolta azt a történelmi hátteret, ami a zarándoklatokról szól, a zarándoklatok mikéntjét mutatta be, a szent tiszteletet és azoknak a legfontosabb állomásait a középkorban, Európában, illetve természetesen Jeruzsálemben. Valóban megerősíthető, hogy íve van ennek a történetnek, hiszen utána jön a középkori magyar zarándokok nyomában Csukovics Emőke, aztán Ribi András, a Jeruzsálem, tehát nagyon fontos a zarándok úttól a Szent Királyok sírjáig, Rejk Szabina, a
koraújkori zarándoklatok, aztán te magad a Szent István körmenetek a 18. és a 20. század között, így és így tovább Mózesi Gergely fejezében novemberben, ugye körmenetek, zarándoklatok és államhatalom, tehát megérkezünk a mába, úgy tetszik, hogy is csak közelmúltba. Ez egy nagyon fontos lépcső. Hogyan lehetett ezt úgy megvalósítani, hogy ez szakmailag és emberileg is olyan legyen, mint ahogy annak idején megálmodtátok? Nagyon fontos a szellemi alapnak a megléte, hiszen Székesfehérvár a középkorban egy zarándok központ volt. Ugye a sokszor emlegetett dátum, hogy 1018-ban Szent István megnyitotta az országot a Jeruzsálem felé haladó zarándokoknak, gyakorlatilag azt jelentette, hogy védelmet biztosított azon vendégeknek, zarándokoknak, akiknek a úti célja Jeruzsálem volt, és Magyarországon keresztül vezetett az útjuk. Tehát ők királyvédelemben részesültek. És Szent István sírja 1083 után, illetve még azt megelőzően is tudunk csodákról. Tehát Szent István sírja, illetve Szent Imre sírja is az ő szentélyoltásuk után zarándok központtá vált. Tehát az a király, aki Jeruzsálemben zarándok házat hozott létre, az zarándoklatokat támogatta, ezáltal is közelebb hozva Magyarországot a keresztény nyugathoz. Ennek a királynak a sírja önmagában is zarándok helyé vált. Ezt a zarándok helyet üzemeltették rosszóval, vagy működtették, segítették, támogatták a keresztesek, akiknek itt volt Székesfehérváron konventjük, és a konvent nagyságára és fontosságára vonatkozó adatokat nagyon szépen összegyűjtötte Ribi András Máltán, Pozsonyban és Budapesten végzett kutatásai során. És úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan történelmi muníció vagy aranytartalék, amivel mi Székesfehérváron bírunk, hogy ezt érdemes jobban megismertetni, talán leporolni az idő porát leporolni róla, és megismerkedni azzal, hogy milyen kincseink vannak, mi a mi múltunk. Ez valahogy az utóbbi időben, évtizedekben nem volt annyira a gondolkodásunk, vagy múltról való gondolkodásunk fókuszában, és ezt, ahogy említette, úgy kell megfogalmaznunk, és ez a kihívás, hogy ez közérthető legyen. Tehát ezek az előadások, külön kértük az előadókat, hogy kiváló egyetemi emberekről van szó, kiváló kutatókról, hogy közérthetően mondják el, és a kommunikációt azt úgy folytatjuk, hogy igyekszünk közérthető módon beszámolni, a Facebookon is, meg az Egyházmegye honlapján, vagy a Zarándokút honlapján, a szenteknyomában.hu oldalon. Tehát, hogy akit jobban érdekel az előadásnak a menete, az el tudja olvasni, esetleg nem ért rá. És a jövő év elején pedig szeretnénk az egészet egy könyv formájában kiadni, és az előadásokat úgy kérjük a előadóktól, hogy tényleg közérthető, izgalmas, tömören összefoglalt formában adják közre, és hát igyekszünk sok-sok színes képpel illusztrálni. Így van, ez kivételesen fontos, és ráadásul szervesen kapcsolódik az Aranybulla emlékévhez, hiszen nem feledhetjük, hogy ez is rendkívül fontos az egyházmegye számára. Ugyanakkor még térjünk egy kicsit vissza Vértessomlóra és Bodajkra, mert én azt gondolom, hogy az is egy úttörő lépés volt az zarándokutak megszervezése, és ráadásul olyan körülmények fogadhatják a zarándoklatra indulókat, ami méltó a 21. századhoz is, ezt nem feledhetjük, hogy azért ez fontos mostanság. Bodajk adott volt tulajdonképpen. A Magyar Szent Család nyomában zarándokútnak az alapötlete is az volt, hogy egy ősi hagyomány, hogy Szent István családjával Bodajkra zarándokolt, és ezt a zarándoklatot, ahogy a nép megőrizte ezt a történetet, ezt a zarándoklatot ők egy csónakon tették meg. Pintér Balázs szobra a bodajki kegytemplom előtt azt a pillanatot ábrázolja, amikor Szent István és Szent Imre segíti Boldog Gizellát kiszállni ebből a csónakból, megérkeznek az ősi búcsújáró helyre. Tehát Bodajkon már Szent István korában volt egy olyan szent kút, feltételezhetően, tehát egy olyan szent hely, ami egy
forráshoz, vízvételi helyhez volt köthető, ahova a király elment zarándokként. Tehát ez egy nagyon fontos alapja ennek az egész zarándokút fejlesztésnek. Tehát ilyen értelemben mi most Szent István és az ő családjának a nyomába szegődhetünk. Nagyon fontos most itt egy pillanatra megállni, hogy magyar szent család, tehát Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre hármasa. Spányi Antal megyes püspöknek volt a célja és az elképzelése, hogy ne csak Szent Istvánt, hanem őt, mint családapát és a családja körében tudjuk tisztelni, így talán közelebb lehet hozni Szent István alakját a mai emberhez hozzánk, hiszen mi is családban élünk, nagyjából ugyanolyan problémákkal küzdünk, mint Szent István is, természetesen nem egy országot irányítunk, és mellette egy családban élünk, tehát Szent Istvánnak is ezekkel a problémákkal kellett megküzdeni, és ő is válaszokat adott erre, amiket egyébként mi is tudunk követni. Tehát nem egy piedesztára állított elérhetetlen uralkodó, hanem egy ugyanolyan ember, mint mi mindannyian. Tehát ez a bodajki alap. Vértes Somló pedig pont a családok miatt került be ebbe a körbe. Ugye Vértes Somlón Spányi Antal megyes püspök már jó néhány éve megáldja azokat a házaspárokat, akik gyermekáldásért imádkoznak, és azért mennek oda a kegyhelyre Sarlós Boldogasszony ünnepén, hogy szeretnének kisbabát. Tehát adta magát a gondolat, hogy akkor a családért imádkozókat csatoljuk bele ebbe a magyar szent család nyomában vezetett zarándokúthoz, és hát mi mással lehetne gazdagítani egy kegyhelyet, mint egy játszótérrel, hiszen hogyha babáért imádkozunk, akkor előbb-utóbb Jóisten meghallgat minket, és lesz egy kisgyerek, megáldja egy kisgyerekkel a házasságot, akkor neki kell egy játszótér is, hogyha elmennek a misére. A babák ugye nem nagyon szeretik hosszan hallgatni a szent misét, akkor tudjanak egy kicsit játszani. Nagyon szeretik a helyiek egyébként ezt a játszótéret. Hát ez megerősítést jelent a családnak, a gyermekeknek egyaránt. Igen. Mint ahogy megerősítést jelent számunkra az is, hogy könyvek is születnek természetesen, olyan kiadványok, amelyek olvashatóak, és ez fontos számunkra. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a történelmi múlttal lépést tartsunk, mert én úgy tűnik, hogy amikor azt mondják, hogy mi a múltban révedezünk, akkor, és ez gyakorta előfordul ebben a felgyorsult világban, akkor ezekre rendkívül nagy szükség van. Az Egyházmegyei Múzeum ugye mindent megtesz azért, hogy igazi modern 21. századi legyen. Az átépítés során azt hiszem, hogy a Fehérvárra látogatók és a fehérváriak ezt megtapasztalhatták. Elértétek, úgy gondolod, azt a célt, amit kitűztetek a felújítás előtt? Igen, tehát a látogatók számára most már tudunk biztosítani egy kellemes kávézót, ahol kicsit meg tudnak pihenni, illetve a látogatóközpontban, a múzeumban, a Püspöki Palotában is, illetve Bodajkon és Vértessomlón is egy turisztikai applikáció, a szemvezető, ingyenesen letölthető applikáció segít abban, hogy az zarándokok, látogatók jobban el tudjanak mélyülni azokban a tartalmakban, vagy ahogy az előbb említette, a múltba tudjanak révedni, amelyeket ott mutatunk. Ugye hiába teszünk ki gyönyörű műtárgyakat, ha nem tudunk mellé tenni történeteket, amelyik értelmezik, akkor ők úgy valahogy értelmezhetetlenül lógnak a levegőbe. Tehát ezért van szükség egy olyan applikációra, ami ott a helyszínen tud plusz információkat, érdekes képeket, videókat, szövegeket hozzátenni a műtárgyakhoz. Mert közben ez lehet, hogy a sajátos múzeológiai gondolkodásom, de én nem szeretem, hogyha egy adott kiállítótér túl sok szöveges információt tartalmaz. Tehát a koncentráljunk a műtárgyakra, koncentráljunk a látványra, de ugyanakkor adjunk szellemi tartalmakat is, amik útba igazítanak a műtárgyakkal kapcsolatban, és hogyha mindenkinek ott van a zsebében a mobiltelefon, akkor azon keresztül el tudja olvasni azt, ami őt érdekli. Tehát a látvány ilyen értelemben nem csorbul, de ugyanakkor ki tudjuk egészíteni ezt tartalmakkal, és a következő állomás majd ebben a turisztikai applikációban a Székesegyház lesz, amiben szintén elérhetőek lesznek tartalmak. Tehát kerek ez a történet. Én köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy ez egy remek út,
nem csak az arándokutak, az ide látogatóknak és a székesfehérváriak figyelmét is hívjuk fel egyaránt, hogy érdemes a saját városunkban is körülnézni egy kicsit jobban, az Egyházmegyei Látogatóközpontban, illetve az Egyházmegyei Múzeumban. Köszönöm szépen, András, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, önöknek pedig felhívom a figyelmét, tehát, hogy április 20-án 17 órakor az Egyházmegyei Látogatóközpont várja önöket, Csukovics Enikő középkori Magyar Zarándokok nyomában című előadásával. Köszönöm, és mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Újra várja a közösség és a kultúra barátait a megújult Öreghegyi Közösségi Ház. Szombaton fotókiállítással és koncerttel köszöntötték a közönséget. Átadták a felújított Öreghegyi Közösségi Házat. A Fanta Villa néven ismert egykori kultúrház esztétikai és műszaki renoválása, átalakítása januárban kezdődött meg és a napokban fejeződött be. A földszinti rész megszépült és vonzó közösségi térré alakult. A megújult közösségi házat szombaton este vehette birtokba a nagy közönség a Nyitva című programmal. Öreghegy kapcsán amúgy is érintett vagyok, hiszen a szakmámat is Székesfehérváron itt kezdtem, úgyhogy nekem óriási öröm volt az, hogy eljutottunk odáig a város támogatásával, hogy egy picit már felújíthassuk ezt a házat. Nagyon nagy élmény volt látni a munkafolyamatot, ahogyan megújult a földszín, nagyon jó volt látni az, hogy milyen gyorsan haladunk, a kollégáimmal nagy összefogásban takarítottunk, mindent próbáltunk tökéletesen ahhoz, hogy a ma este ide látogató vendégek jól érezzék magukat, és szép környezetbe érkezzenek. És olyan produkciókat is választottunk, akik mindenkit megszólítanak. A Kamilka és a Pestisik azt hiszem mindenkinek egy nagyon jó kis szórakozást, egy kellemes hangulatot tud majd, egy alapozó hangulatot tud adni az estéhez. Nánási Pál fotókiállítását, ahogyan mondtad, nem kell nagyon beharangozni, hiszen egy szerethető ember, egy nagyon jó művész, akinek a kiállítását láthatjuk most. Kis Kamilka és Lőrinc Ádám Potesz Balázssal és Csóka Petivel kiegészülve a Kamilka és a Pestisik formáció a nevéhez hűen a 20-as, 30-as évek magyar sanzonjaival, őszinte zenei vallomásaival hódította meg a közönséget. A formációnk tulajdonképpen kettő főből álló. Lőrinc Ádám a zongorista, zeneszerző, és én vagyok a szövegíró és az énekes, és általában ötfős formációkban játszunk élőben, ahol hát általánosságban váltakoznak a zenészek, akikkel együtt muzsikálunk, de ezúttal most a fehérvári huszárokat hívtuk el, Csóka Peti a gitárnál, Potesz Balázs fog dobolni, és Molnár Péter lesz a bőgős a koncerten. Essék szó ennek a különleges formációnak a dalairól. Igen, mi tulajdonképpen az 1920-as, 30-as évek időszakát ragadtuk meg. Ebben az időszakban Amerikában már nagyon ment a Charleston, Magyarország egy picit később érkezett meg, úgyhogy egy kicsit ezáltal mi csaltunk a repertoárral, és a későbbi magyarországi, magyar nyelvű dalokat visszavittük egy 10 éve korábbi Charlestonos, nagy Gatsby-s hangulatba, és ez tulajdonképpen swing, elektroswing módján fog most megszólalni majd. Az egyik legismertebb hazai fotós, Nánási Pál kiállítását a művész felesége Ördög Nóra nyitotta meg. A tárlat Nánási munkáinak sokszínűségét tárta a közönség elé. Szerettem volna egy ilyen teljesen vegyes kollekciót itt bemutatni. Tulajdonképpen valóban, ahogy így belépünk a terembe, először ezek az ilyen nagyon privát, mondjuk úgy családi fotóink láthatóak, és ez azért, én azért szerettem volna mindenképpen, mert az, ami per pillanat ma a világban zajlik, meg ami bennem is zajlik, ez egy ilyen fura elegy, mert az Instagramon, a Facebookon és a social médiában nagyon sokan vagyunk már, és gyakorlatilag én ezt is fotoművészetnek, vagy egyfajta galériának érzem. Én azon fajta emberek közé tartozom, aki örülök annak, hogy az interneten ilyen módon sok szép képet meg tudunk mutatni, nyilván valamennyire igényesnek kell tudni lenni, és tulajdonképpen ezekkel a pici képekkel szerettem volna ide picit betömöríteni ezt az érzést, hogy ezt a kultúrát, ezt az új világot, amiben most már nem is annyira új, de most már egy jó ideje élünk ebben, ami hát mindenképpen összekombinálandó az egyéb tevékenységemmel vagy munkásságommal.
Ugye azt látjuk, hogy a portrék is különlegesek abban az értelemben, hogy ismert emberekről van szó, ugyanakkor egy teljesen más stílusban mutatjuk meg őket, amit a köznapi ember nem láthat. Aha. Nagyon-nagyon-nagyon sok olyan képet csinálok, ahol ha beáll egy ismert vagy egy ismeretlen arc a kamerám elé, akkor azt mutatom be, ahogyan ő kinéz és amilyen ő. De nyilvánvalóan az, ami nekem is kihívás sokszor, nem feltétlenül az, ahogyan ő egyébként kinéz, hanem valamilyen módon picit saját magamat, vagy a saját gondolkodásomat, vagy elképzelésemet belekeverve. Úgyhogy nyilvánvalóan ide olyan képeket hoztam, amellett a sok száz más kép mellett, amit én csinálok, ami viszont bemutatom a valóságot, ami egy picit így elemeli, és nem a hétköznapi hangulatok. Mi nagyon-nagyon sok felé járunk a világban, és nagyon sokféle tájon jártunk. Egyébként nagyon nehéz dolgom volt, én nagyon nehezen válogatok akár a saját fotóim között is, sőt, a saját fotóim között válogatok a legnehezebben, mert ez a rettenetesen sok táj, ahol mi megfordultunk, és ahol én le is fotóztam ezeket a képeket, nyilvánvalóan annyira sok mindenről mesélnek, és az, hogy most ebből melyiket tudom vagy akarom megmutatni, hát ez egy iszonyú bonyolult dolog. De például, ami itt van mögöttem, ez Norvégiában, Lofotenben készült, ott egy hétig semmi más nem csináltam, csak egy fényképezőgéppel a kezemben helyről helyre jártam, hidakról, hegyekről hegyekre, ott fantasztikus környezeti körülmények között, és nyitott szemmel csodáltam a világot, és ebből készült egy elég szép sorozat. Ebből is van egy pár itt most. A fotoművészet egy bensőséges műfaj mindenképpen, ugyanis ugyanakkor kitárulkozásra ad lehetőséget. Megerősítést jelent az a fokozott érdeklődés, ami a képeit kíséri? Abszolút. Én ezt nagyon szeretem, hogy... Szóval én kicsit arra hadd utaljak vissza, amit az előbb is mondtam, hogy ma a digitális médiákon keresztül a fotoművészet szerintem nem távolabb ment, hanem közelebb jött. És szükség is van az ilyen típusú kiállításokra. Én azért örültem ennek a felkérésnek egyébként, mert ugyan nagyon sokat és gyorsan fogyasztunk ma a fotókból, és gyors visszacsatolást is kapunk, ami egyébként nekem, mint fotoművész abszolút jó, mert én szeretem, hogyha ha kapok véleményt. Azt hiszem mindenkire, aki bármilyen fajta művészeti ágban van, talán valamennyire fontosnak tartja a visszajelzést, de egy ilyen fotókiállítás az egy még személyesebb kapcsolódás egy képpel, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy a mai világban még mindig van arra lehetőség, hogy oda menjünk, főleg itt a Covid után, hát ez egy óriás dolog, hogy ennyien lehetünk itt egy teremben, úgyhogy nagyon is és nagyon kell arra időt, pénzt és energiát szánni, hogy a képek, mert ezt már nagyon sokat mondtam, szerintem ma is fogom mondani még, hogy egy kép akkor kezdi el az igazi életét, akkor először is akkor van készen, és akkor kezdi el az életét, amikor felkerült a falra, vagy bekerült egy albumba, mert ami a telefonjainkban, szervereken és itt-ott tárolódik, az nem tud annyira az életünk része lenni, úgyhogy menjen föl a falra, és éljen velünk együtt. A Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ a következő időszakban a hagyományokhoz hűen meg annyi fajsúlyos programmal várja a székesfehérváriakat. A Rácz utcában is köszöntötték az Európai Kézművesség napját. A Kezeink Dicsérete programon népi iparművészek segítették a látogatókat a mesterségek elsajátításában. A Fejér megyei Kézművesek Egyesülete is megrendezte a Rácz utcában az Európai Művészet és Kézművesség napjai program keretében Kezeink Dicsérete címmel azt a találkozót, amely otthont és lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy szakemberek segítségével elmélyülhessenek a népi kézművesség egyedülálló világában. Mivel ez a nap a Kezeink Dicsérete címet is viseli, hát mi csupa olyan dolgot mutatunk be, ami kézművességhez kapcsolódik. Ebbe a digitalizált, robotizált világba mi a másik oldalt képviseljük, és itt nagyon sok kézműves tevékenység bemutatásra kerül, sőt nem csak bemutatásra, hanem odaülnek, lehet varni, faragni, papírt hajtogatni, és még sok minden egyéb más dolgot készíteni. Azt látjuk, hogy vannak gyermekek, és fontos, hogy a gyermekeket, illetve a szülőket is megszólítsuk.
Igen, mi fontosnak érezzük, tehát mi családigamnak szoktuk hirdetni ezeket az alkalmakat, mivel ha gyerek megismerkedik is korábban ezekkel a dolgokkal, akkor ez elkíséri egy életen át, sikerélményt szerez, közösségbe tartozik. Mi úgy gondoljuk, hogy ez így jó, hogy szülőkkel, nagyszülőkkel, mert ilyen is van, jönnek a gyerekek, unokák, és itt vannak egész nap. A kézműves alkotói napon számos mesterség rejtelmeibe tekinthettek a népi kultúra iránt érdeklődők, megismerhették az alkotás örömét, olyan használati tárgyakat készíthettek, amelyek az adott tevékenységre emlékeztetik majd őket a visszatérés reményében. Nagyon nagy örömmel jöttem ma ide. Igazándiból bármit meg lehet nekik tanítani. Én varni, a varrás szeretetét szeretném nekik megtanítani. Ma méhecskét és katicát készítünk. Nagyon egyszerű ez a technika, és a kicsik is nagy örömmel varják. A szülők nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyermekek is megtanulják, amit az ősök alapból tudtak. Ez fontos, hogy a családok jönnek ide? Igen, ez nagyon fontos. Egyrészt a családok egy közösségépítő tér tulajdonképpen itt, és a családok együtt tudják eltölteni hasznosan a szabadidőt, átadják azt a tudást, amit otthon nehezebben tudnak, de itt sokféle technikával tudnak megismerkedni, sokféle anyaggal, sokféle eszközzel, és kedvet kapnak a gyerekek ahhoz, hogy ezt otthon is majd a családban tovább folytassák. Gelencsér Julianna népi iparművész is azok közé tartozik, aki segít abban, hogy a csuhébábú készítés csinyát, binyát megismerhessék a vállalkozó szellemű kézműveskedni vágyók. Ma lovacskát készítünk csuhéból, festett csuhé és natúrcsuhé, tehát vöröshagymahéjjal festettem, készítettem elő a csuhé egy részét, és tetszés szerint, aki színezett csuhéból szeretné, az úgy készíti, aki pedig a világos natúrszint válasza, az pedig abból készít. Jól gondolom, hiszen látom, hogy a kézműves műhelyekben egyre népszerűbb a csuhékészítés, a csuhébábok készítése. Igen, szeretik a gyerekek, amerre hívnak, táborokba, foglalkozásokra örömmel készítik a gyerekek. Az alkotóházak, műhelygalériák, nyitott műhelyek, kézművességgel foglalkozó egyesületek és közösségek olyan egyedi programokkal jelentkeztek, amelyekben a helyi területi népi kézművesség, a népművészet hagyományai és értékei, a népművészek tudás alapú tárgyból törekvései, alkotásai jelentek meg. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!